Szlovákiában valóban jó választást céget csinálni? Mikor céget csinálunk, mindig azt kell meghatározni, hogy valójában mi a célunk. Ha te a magyar tőzsdére akarsz kikerülni, mint például a Kulcsár Tibor cége, a Coolsoft, akkor neked a szlovák cég abszolút nem való. Ha neked az ügyfeléd Németországban, Angliában, Franciaországban vagy akár a tengeren túlon vannak, akkor szintén nem jó választás egy szlovák cég, mivel nem fognak benne megbízni ezek az országok. Ha viszont Magyarországon élsz, a V4-es országok felé szolgáltat, szóval Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, akkor ebben az esetben egy kiváló választást tud számodra lenni. Mivel igaz, hogy itt 21% a társasági adó, viszont ezen kívül semmilyen más adó nem befizetésére nem vagy köteles, szemben a magyar 62 fajta adónemmel. Összegezve egy magyar céghez képest, egy szlovák cég egy valódi adóparadicsom tud számodra lenni, abba az esetben, hogyha a V4-es országba szolgáltat, és még közel is van. Kövess be, holnap jövök egy újabb videóval.